Az ellopott kerékpárok nagy része azonosítatlan, pedig a vásárlásnál kapott papírokon az alvásszám is szerepel. Azt érdemes megjegyezni, felírni valahova, hiszen szinte bármikor ellophatják két járművünket. Néhány lopott pár minden évben megkerül, de nyilvántartás hián nem tudják ki a gazdája, így nincs kinek visszaadni azokat. Érdemes a bicikliket regisztrálni a Bike Safe nevű oldalon, az adatbázishoz a rendőrség azonnal hozzáfér, és így nagyobb eséllyel találják meg az esetleg ellopott kerékpárokat. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, senki ne feledje lelakatolni a bicikliét, hiszen a tolvajok szemfülesek és elsődlegesen a lelakatolatlan kétkerekűeket keresik. Nyáron azonban nem csak a bicikli lopások száma nő meg, tájékoztatta a televíziónkat a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. Kovács Attila kiemelte, a besúranásos lopások is egyre gyakoribbak. Besúranásos bűncselekményről akkor beszélünk, amikor valaki nyitva adja az ajtót vagy az ablakot, és akkor azon valaki bemászik, vagy egy egy egyáltalán valami módon bejut az ingatlanba, és ott egyfajta kutatást végezve készpénzt vagy más értéktárgyakat tulajdonít el. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az ajtókat mindig zárjuk. Ha olyan helyiséget szellőztetünk, ahol az ablakon be lehet mászni, akkor ne hagyjuk magára a helyiséget. Különböző biztonsági zárakkal el kell látni az ajtót és az ablakot. Jó, ha van riasztunk, ha van kaputelefonunk, csengünk, vagy postaládánk, mert hogy gyakran úgy követik el a besorolást, hogy valamilyen indokkal megcsörgetik a becsöngetnek a házba, és így jutnak be. Ezek azt gondolom, hogy kis odafigyeléssel megelőzhetőek lennének. Az is fontos dolog egyébként, hogy előszobában ne tartsunk komolyabb értéktárgyakat, komolyabb készpénzt, hogyha már valaki bejött az ingatlanba, akkor ne tegyük könnyűvé a lehetőségét. A bűnmegelőzési osztályvezető hozzátette, nyáron gyakoriak az úgynevezett trükkös lopások is, elterjedt elkövetési mód, amikor a tolvaj egy közismert szolgáltató cég munkatársának kiadva magát bejut a lakásba, majd például rendszerellenőrzés címen készpénzt kér a tulajdonostól. De akad, amikor a figyelmetlenséget használják ki, és könnyen mozdítható tárgyakat esetleg készpénzt lop el a tolvaj, Amennyiben a szolgáltató munkatársával kapcsolatban kételje merülne fel, Kérjen pontos tájékoztatást akár telefonon a cég központjától, vagy hívja a rendőrséget.